Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit az Egel Szilvásvárad vasútvonalon, és egy megszűnt megálló helyet fogok most bemutatni nektek. Egyébként arra van Egel. Felnéztek, ez a MÁV 87-es vonala, esetleg valaki nem tudná. És Tardosi Kőbányát nevű megálló volt itt egykor. Szép, hogy a peron megvan még, a szabványtábla is megvan, amit egyébként azután cseréltek le, miután itt már nem volt megállás. De erről majd mindjárt akkor mesélek bővebben is. Egyébként egy egyszerű, sima táblás megállóhely volt, amikor megszűnt, és szóval valami információkat találtam, hogy 2012-ben itt még egy pár vonat megállt, 2013-ban már nem, és 2014-ben már a menetrendbe se jelölték a megállót. Vagy 2015-ben, de ott környékén ki is vették a menetrendjegyzékből. Egyébként a fentről.hu-n lehet még 1968-as képet is találni, majd bevágom ide, ahol még éppen látszik a megállónak egy szeglete. De 1973-as kép is van, meg 1990 színes kép. Ami változott, hogy itt valahol ezen a környéken volt egy épület, egy ilyen kisebb esőbeálló, illetve véletlenül szerintem ez egy olyan hely lehetett itt, ahonnan sorompót kezelték, mert 1990-ben itt még kados sorompó volt. Egy tekerős sorompó, hogyha így talán jobban megvan mindenkinek, és nagyjából a környékén bonthatták el az őrhelyet is, amikor a fénysorompót lecserélték, hát itt látjátok, AS 194-es, itt vagyunk a 194-es szelvényben, és hát itt már ugye vasbakter van, és fénysorompó. A szembenévő épület az nem vasúti, de már korábban is megvolt, 1973-as térképen is látszik, hogy ott van. És hát valószínűleg azért nem is állít már meg semmi, mert itt látjátok, itt a környéken semmi nincsen. Yeah. Valószínűleg a kőbánya is bezárt már, amiről a nevét kapta. Egyébként innen kb. 3 km-re van Szarvaskő. És itt látjátok, és itt van a szelvénykő, a 194-es. Hát, meg közben csepeleg az eső, úgyhogy most a vonatot nem fogom megvárni, ami visszafele jön. Ugye Mónos Bélig jöttem el vonattal, és onnan jöttem ide-vissza. Még itt volt három pad is, amikor még üzemelt a megálló, az egyikről már ellopták a fát, itt még megvan, csak már korhat. A másik is elég viseltes. De hát ennyi kényelem volt, miután az őrhelyet elbontották. Ami egyébként nem is nagyon látszik még a régi fentőpontos képeken is, viszont van róla egy kép, amikor itt egy gőzös jött, és vasútállomásokpontul szintén fenn van, majd belakom ide. Hát ez elmegy Szilvásváradig, amivel jöttem, és majd onnan fog itt visszajönni, de az még sok idő, nem fogom megvárni. Itt csak azért álltam meg, hogy ezt a megállót bemutassam. És akkor megyek is tovább Szarvaskőre, akkor ez ennyire volna. Hát ezt a rövid videót is köszönöm, hogy megnéztétek, aztán majd találkozunk egy következőbe, ami még nem tudom, hogy miről fog szólni.